Volodymyr Zelenszky államfő március 15-én kinevezte Szerhii Hajdajt a munkácsi járási állami közigazgatás élére. Erről az idei 30. kormány rendeletében nyilatkozott az elnök, miután a 29. rendeletben elfogadta Edgár Tokár lemondását. Korábban már fölröppent a hír, hogy Luhansk megye volt kormányzója lesz a munkácsi ervéja vezetője. Hajdai korábban 2015. szeptemberétől 2018. novemberig vezette a Munkácsi Járási Állami Közigazgatási Hivatalt. Volt Ihor Bondarenko kormányzó tanácsadója, 2019-től 2023. márciusáig pedig Luhansk megye kormányzójaként tevékenykedett.